A Nagykunság fővárosában már tegnap elkezdődtek a megemlékezések. A Kultúrpalotában a Mártírok Pesti srácok című musicalt láthatták az érdeklődők. Ma reggel hagyományosan a Kossuth téren az országzászló felvonásával vette kezdetét nemzeti ünnepünk. 10 órától ünnepi istentisztelet volt a református nagytemplomban, majd 11 órától a Városháza előtti téren az 1956-os forradalom karcagi emléktáblájánál emlékeztek a hősökre. Ünnepi beszédet mondott Szabó István, Szolnok megyei jogú város alpolgármestere. 00:30-kor az északi temetőben Kemény Pál az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja síremlékének megkoszorúzásával ért véget a megemlékezés.